Következő 50 év kiállításról, ezt a Budapesti Építészkamarának köszönhetjük, hogy itt vagyunk, illetve a kurátoroknak, Guba Sándor és Hámori Péter, ma este nincsenek itt, de majd kíváncsian visszahallgatják ezt a beszélgetést, és ők kérdezték meg, hogy beszélgetnék-e én veletek. Itt általában az a koncepció, hogy egymást nem ismerő emberek beszélgetnek, úgyhogy most mindenfélét megkérdezek, majd a legvégén kinyitom, szóval ti is bátran, hogyha nagyon életbe vág, akkor akár közben is. És hát Major Zoltán, Müller Péternek a használó felszabadítása kiállításában ülünk, itt előttünk. Szóval a rossz gyerekekről szokták kérdezni, hogy ki tanította ezt nektek, de én ezt ilyen őszinte kíváncsisággal kérdezem, hogy ezt ki tanította, hogy jutottunk. Ide, hogy ülünk a kiállításban. Hogy juthattunk ilyen mélyre. De, hogy így az elejétől? Elejétől, tényleg, hogy miért, hogy egyáltalán a használó felszabadítása kitérített rá titeket erre az útra, vagy nem? Térített rá szerintem minket a használóra. Úgyhogy ez kicsit így kilóg az építészkarból. De jó értelemben, mert volt egy ilyen óránk a harmadik vagy negyedik évben, amit a Lakner Antal nevű képzőművész tartott, és igazából ott kaptuk ezt a szemléletet, hogy az építészek mindig felülről néznek az emberekre is, meg a tervekre is, meg az épületekre is, és ott egy olyan térfilozófia jött szembe velünk, ami meg így teljesen az emberi perspektívából vizsgálta ezt. Igen, tehát hogy alapvetően az Antalnál egy ilyen leginkább a fenomenológiai felől, vagy arról, mint filozófiai jelenzetről tanultunk, és akkor ennek egy ilyen, de hogy így egészen az alapokra visszamentünk, hogy akkor hogy érzékeljük a teret, vagy egyetem mi a, nem milyen érzékszerveink vannak, ezek hogy befolyásolnak minket, és hogy alapvetően ez egy ilyen testi tapasztalás, ami nem a, de, az, ne, az élet, egy testi tapasztalás, és akkor és hogy igazából szerintem hogy is volt, tehát egészen utána, de hogy ez ilyen izgi volt, vagy nem tudom, mert nem emlékszem sok mindenre, csak így az főüzenet maradt meg, de hogy elkezdődött ez a téri tapasztalás, akkor a Newton-Leibniz vita, hogy objektíve a tér, vagy pedig ilyen személyes nézőpontban, vagy ilyen viszonyrendszerekben működik, ugye, hogy Newton az angol, nem, vagy az angol királyi, nem tudom mi, akadémia igazat adott Newtonnak, nyilván, mert ő volt az angol, és akkor nem a németnek adtak igazat, de hogy a németnek volt valójában igaza, legalábbis a fenomenológia szerint, és akkor, hogy ebből hogy sarjadt ki ez az irányzat, és egészen a végén meg, nem tudom meddig jutottunk, tehát Heideggeren át, Bolnov, meg ilyen jó nevek, de hogy a lényeg, ami egyébként, szinte semmire nem emlékszem kb. Hogyha ezt fel kéne idézni, de hogy az viszont egy fontos volt, hogy amit Peti így egy mondatban összefoglalt, hogy ahelyett, hogy mondjuk egy ilyen absztrakcióként gondolkoznánk az egészről, egyszerűen az ilyen tapasztalás irányából kéne közelíteni, az emberi tapasztalás irányából az építészet felé. És hogy akkor valahogy ez volt a mi válaszunk erre, hogy ezt építészként hogy értelmeztük tovább, hogy akkor, amikor rájöttünk, hogy ez annak a tapasztalatáról szól, aki valójában a későbbiekben járkálni fog meg élni a mi tereinkben, le is került a hangsúly az építészről, hanem átkerült a használóra. És akkor, hogy a használónak kell megadni azt a használat perspektívából kettőzni, és a használónak kell megadni azt a lehetőséget, hogy valahogy felfedezze, meg alakítsa a saját környezetét. És így szabadítjuk fel a használót, nem vagy? Valahogy így. És akkor ezt úgy képzeljem el, hogy jártok a BME-re, néhány órán tanultok valamit OTK-emberről, meg hogy nagy fejt szerint hány csirke fér be egy szobába, és utána bementek erre a másik órára, és ezt meg így eltanuljátok, hogy mégis mi az a lépés. Ja, eljárunk ebbe a szektába, ahol megmondják, hogy mi a valóság.
Igen, amúgy így. De, igen, szóval egyrészt az órák, ezek jók voltak, mert 5-kor kezdődtek, és még 11-ig tartotta. De hogy egyébként közben nem egy ilyen szembenállításról akarunk elsősorban beszélni most, hogy a BME, mert hogy szerintem ott is számtalan konzulens, meg számtalan érdekes oktató volt, és hogy csak maga valahogy egy más irányból volt megközött az építészet, és ezt jól lehetett kombinálni azzal, amit egyébként ott kaptunk. Szerintem ez, hát, hogy annyira nem volt titkos a szektor, mert a középtanszék szervezte ezt az órát, szóval, hogy... Benne volt a katalógusban is akkor? Igen. Igazi kreditekért? Igazi kreditért. Szuper. És akkor már eközben megfogalmazódott, hogy ti akkor együtt szeretnétek dolgozni, és ilyesmi irányba elmenni? Hát valamikor ez időtájban fogalmazódott meg szerintem egyébként, igen. Hogy együtt szeretnénk, hát az hogy ilyen irányba, az szerintem az ennél sokkal ilyen organikusabb, tehát nem volt ez, hogy most itt direktben csak ilyen lakóépületek vannak, ugye vannak ilyen családi házak, meg itt hátrébb ilyen nagy léptékű társasházak, de hát akkor még csak nem álmodoztunk ilyenekről, hogy majd egyszer tervezünk családi házat, meg hanem inkább csak ez egy ilyen irány volt, amiben el tudtunk mozdulni. Igen, mert hogyha, vagy nem tudom biztos a kiállításra, te kitérsz, hogy mi van itt kiállítva? Uh-huh. Jó. Okay. Hát majd együtt, szóval, hogy... Jó. De Nem, semmi, csak már elfejtettem a rendet. Nincs különösebb rend, hát az számomra az érdekes, hogy végeredményben ezek közül a házak közül, mert mondhatjuk, hogy van, amiben már tényleg létezik és laknak. Szóval egy párhuzamosan most, segíts Brember bánya, valaki éppen hazamegy, és bemegy ebbe a felszabadított térbe a munka után. Igen. Mit tudunk erről a házról? Meg melyik az? Ő itt. Ő. Na most jött a drámai pont, hogy szétszedjük, nem? Hogy mit tudunk erről a házról? Igen, na, szedjük szét. Szedjük szét. Mert hogy... Itt úgy van, hogy van 3 darab családi ház, és ez már teljesen áll, és már lakják is. Ő már teljesen áll, de még már majdnem lakják. És ott pedig az alapozása van csak meg. Ez így szerintem jól nyomon lehet ezen a hármon követni azt, hogy hát változott is a gondolkodásunk, meg új dolgokat is ki akartunk próbálni, de egy téma mentén. És ennél a leglényegibb elem szerintem a szerkezet volt, és ezért szedhető szét így a makett. Itt próbáltunk egy olyan szerkezetet létrehozni, amin belül legalábbis van egy olyan része, ami most itt teljesen kiürült, itt a lejtő felüli oldal, ami teljesen szabadon alakítható. Tehát ez igazából olyan, mint mondjuk egy csarnok. Tehát vannak benne vízszintes gerendák, meg mondjuk tartják a falak, de hogy belül tök üres, és akkor minden falat, meg födémet szabadon lehet ki- és bepakolni ebbe az épületbe. És ez lehet, hogy nem fog amúgy soha megtörténni, hogy ez így átalakul, de a lehetőség benne van, és olyan szempontból már biztos, hogy jól működött, hogy amikor terveztük ezt a házat, akkor odaadtuk ezt a rendszert a megrendelőinknek, és ők maguk tudták berendezni az alaprajzot. Mert ha pár játékszabályt betartanak, akkor egy ilyen, szerintem egy jól működő alaprajzot kapnak. Tehát nem lehet elrontani a házat. Tehát nem lesz ilyen béna, felesleges közlekedőkkel terhelt, kis stílű valami. Igazából soha szerintem, hanem mindig egy ilyen egészen jó és jó méretű terekkel működő családi ház lesz a végeredmény. Mi volt az a használói igény? Szóval most egy nagyon jól összefoglaltad építészetileg. De hogy jött hozzátok a megrendelő, hogy ő mit kér? Mi volt a... Ezt kérte. Ezt gondolom, csak nem, hát saját szavaival. Ő azt mondta, hogy... Tehát ők budapestiek amúgy elköltöztek Sopronba, és ott béreltek egy lakást. Ez a lakás, ez mondjuk volt 2 hálószobája, egy halból állt, meg egy nappaliból. És akkor aztán megszületett egy gyerekük, aztán még egy, aztán volt egy lány, aki nagyon sokat volt náluk, ott szinte majdnem a gyerekük volt, egy ilyen idősebb, és akkor azt vették észre, hogy volt, ahogy beköltöztek, és folyamatosan a funkciókat cserélgetik. A nappaliból lett gyerekszoba, a halból lett nappali,
meg étkező, meg nem tudom, a gyerekszobákból tanulószoba lett, és akkor ez egy ilyen, az volt a megélésük, hogy ahogy folyamatosan változik az életük, úgy ezt a teret folyamatosan így újra konfigurálják. És akkor ők ezzel a megfigyeléssel jöttek hozzánk, hogy erre tudunk-e házat tervezni. És akkor így... ez amúgy elképesztő. Hát igen. Már hogy minket ilyen gondolatok érdekeltek, és jött valaki, aki azt mondta, hogy csináljunk egy ilyen házat. Tehát ilyen nem nagyon van szerintem. Ez egy elég szerencsés együttállás. Igen, de hogy akkoriban fejlesztettük a honlapunkat, és valaki ajánlott nekünk, de hogy így először így visszautasítottak, mert hogy a honlapfejlesztés nyilvános volt a honlap, de így hárman voltunk akkor, és három Einstein fej volt a három építésznél, nem? Mert hogy mi nem tudtuk, hogy mi a kép, mert nem volt kép, és akkor ez így nem tetszett nekik, úgyhogy először így hülyének néztek, és akkor de közben megtalálták a kivitelezőt, aki egy ilyen kötött rendszerből épít, ilyen falpaneles fa ház, egy ilyen osztrák technológiával, és viszont nem tudtak nekik olyan házat tervezni, amit szerettek volna, és akkor elkeseredésükbe visszatértek az Einstein fejes építészekhez. Azt tudjátok, hogy volt azóta átalakítás belső építészeti? Szóval, hogy itt most elsőre olyan jól sikerült, vagy azóta nem változott akkor át a családmodell? Hát egy ilyen beavatkozás volt, de az igazából közbe történt félig meddig az építkezés alatt, hogy a bal oldal, vagy hát nekem bal oldalán van a hálósz, vagy a gyerek szoba fent, vagy ami négy egységet lel fel, és akkor ott egy helyen nem építették be a födémet, és akkor ott egy ilyen mászókán hát összekötötték az alsó térrel, hogy a gyerekeknek egy ilyen alternatív útvonalat vele terveztek lentre, és mondjuk az egy ilyen izgi dolog volt. De úgy biztos, hogy lesz, tehát mert akkor még három gyerekük volt, most már négy van, tehát azóta még egy született, és ők így eddig egy nagy szobában laknak, ami ilyen kétszintes, de hogy most a legnagyobb az már pedzegeti ezt, hogy neki már azért illene egy saját szoba. Szóval ez valószínűleg most abban az irányban menjünk, hogy így felcellásodik az egész, és utána majd megint egy kis levegőhöz juthat, ahogy majd új, nagyobbak, meg elkezdenek elmenni, meg kevesebb időt töltenek otthon. Ez egy egyre növekedő használói közeg, mellette egy el meg egy stabil, minimál tér alakul ki? Hát ez úgy van, hogy ezek ahol a két födén van bent, a felülünk lévő oldalon, ott van minden olyan, ami így kell ahhoz, hogy így működjön. Tehát vízesenységek, konyha, függőleges közlekedés, meg az összes helységet meg tudom ebből közelíteni. Mindegy, hogy választom le őket. És ezt mi úgy gondoltuk, hogy ez így mindig így marad. És az összes többi meg eldönthető, hogy hány ilyen rasztert ölel föl egy szobának a szélessége, és hogy milyen magas az is lehetne, igazából ugye ilyen is lehetne, amit most látunk, hogy csak a földszinten van mondjuk egy nagy tér az egész egybe. Mi a helyzet tinnyén? Ott még nem lehetne. Szedjünk szét azt is. Persze, csak akkor az, hogy megint nekem kell beszélni, hogy most én szedem szét. Váltogatjuk. Ez egy performance, és amúgy a végén felgyújtjuk. Ez még csak a midiszer. Egyenesre, egy kicsit rossz, de azt hittem, hogy jó lesz ez a 45 fok, de... kösz. Tinyén? Szóval amúgy, hát nekem most tetszik már ez az analógia, ez nem vagy kitál, hogy itt mindenkit már vacsorát főznek, ott még nincs vacsora, ugye? Hogy ott még maximum építkezés. Építkezés közben lehet néha vacsora. Uh-huh. De ott az a ház az kívülről már teljesen kész van, és akkor belülről a héten készült el a nekem bal oldalon lévő hálószoba felső szinten. Itt ez egy olyan ilyen rendszer akar lenni, hogy hát ez egy nagy, elég lejtős terep, egy nagy telken, kb. 3000 négyzetméter, nem? Uh-huh. És akkor egyrésztről ez az utcától is viszonylag messzebb van, egy ilyen erdős, bokros területen, ahova egyrészt, hogy nehéz lenne felvinni betont, meg egy ilyen megrendelői ügyén is volt valamelyest ez a könnyű szerkezetes építési technológia, és akkor ebből is adódik, hogy itt már sokkal jobban próbáljuk követni a terepet, tehát egy ilyen félszint eltolásos rendszer van, 4 méteres egy traktus, azt hiszem, tehát ez 2x4 méter, 8 méter széles kb. És abban egy ilyen viszonylag egyszerű rendszer van, hogy a középben van kb. Egy ilyen közlekedő mag,
és jobb az egy-egy traktust egy nagyobbra, meg egy kisebb térre oszt. És akkor még itt is lehet választani, hogy jobbra-balra mi történik ettől a közlekedő dologtól, de magát azt is lehet szabályozni, hogy ezek a félszint eltolásokon köszönhetően egy viszonylag intenzív kapcsolat jön létre a szintek között, és hogy ennek milyen elválasztjuk éppen, vagy inkább jobban összekapcsoljuk. Tehát, hogy ez egy ilyen egy tér, tehát ez is a cím, azt hiszem, nem, hogy lakás, mint egyetlen tér. Tehát ez egy viszonylag, hát nem is tudom mekkora, 110 négyzetméter kb. Vagy valami ilyesmi. Azt hiszem. És ahhoz képest meg egy ilyen, ha megállsz benne, akkor átlátod körülbelül egyszerre az egészet, főleg a nappali teréből, amitől egy ilyen jóval tágosabb térérzet jön létre. És annak erre, hogy viszonylag egyébként meg ezek nyilván van benne tök szabályosak a helyiségek méretei, meg nem tudom, de hogy mindegyik egy kicsit más irányba tájolt, van, ami a telek oldalra néz ki, valami meg előrefele, és akkor ettől is egy kicsit ilyen más bevilágítású, más karakterű terek jönnek létre, amiben már a későbbi használó tudja megtalálni, hogy melyik funkciót hova képzel el. De... itt hogyan, igen. Milyen kéréssel érkezett a használó? Szerintem itt az volt az alapvetően az igényük, hogy legyen egy kis alapterületű ház, ami a lehető legnagyvonalúbb lesz. És ezért is lett ez a gondolat rá, hogy próbálj meg egy olyan térrendszert létrehozni, ahol ugyan, tehát ezek nem nagy terek amúgy. Tehát a nagyobbik méret az mondjuk ilyen 15 négyzetméteres, amire fel van osztva, a kisebbik meg olyan 10. Szóval ezek igazából ilyen tök pici helyiségi méretek, de hogy mégis amikor mondjuk beállok a nappaliba, akkor azt érzékelem, hogy az egész házon keresztül átlátok, és ezáltal hiába, hogy ilyen pici terekre van felosztva az egész, a megélésem az, hogy egy nagy vonalú térben mozgok, ami szerintem egy ilyen tök jó kihívás volt nekünk. Nekünk, igen, meg a másik, ami még szerintem fontos, hogy itt a megrendelő egyben az építője is a háznak, tehát hogy egy házas pár, aki saját maga építi fel ezt a házát, ennek ugye ebből jön egy építéstechnológia is, hogy ez egy ilyen könnyű szerkezetes... Meg kéne mutatni, kik mennek el a múlva. Szóval alapvetően ilyen, ez egy egyedi faszerkezetes, tehát nem ilyen előre gyártották meg, mint több ember, hanem a helyszínen készült dolog, és most már két éve épül kb., de nem sokára kész. Úgyhogy itt nincs meglepetés a megrendelőnek a házában, mert felfedezi, miközben építi, úgyhogy egy megnyitató dolog. Itt volt valami változtatás utólag, miközben lakták a... Nekünk eredetileg az volt a gondolatunk, hogy ott van egy ilyen beharapás a bal oldalán, innen az én részemről, hogy ott van a bejárat, és hogy ezzel szemben itt a jobb oldalon is van egy ilyen beharapás, egy ilyen fedett nyitott terasz, de amúgy ebben is volt fedett nyitott terasz, így kiharapva a tömegből, a kiharapott fedett nyitott teraszok beépülnek a házainkban. Igen. Igen. Tehát szerintem itt leginkább, ami nekem ilyen változás, az, vagy nekünk szerintem, ami megmaradt, hogy egyrészt ezek a, tehát itt is vannak ilyen egyértelmű helyek, mert tök szép kilátás van, majdnem Esztergomig el lehet látni, ott van az első térből, és akkor az lett a nappali, de hogy ez nem volt feltétlenül nekünk egy ilyen, nem tudom, egy ilyen kulcskérdés, hogy az maradjon a nappali, de hogy ugyanígy a fürdő, az így kereste a helyét a házban, és akkor szerintem... Az került a fedett nyitott tér helyére. Szóval, hogy ez nem feltétlenül a... Tehát maga a keret, az nyilván... az általunk készített, de hogy magának a helyiségek hogy kerülnek vele, az már nem egy ilyen rajtunk múló dolog. Tehát ebben igazából, ami mondjuk érdekes nekünk, az, hogy a szerkezet, meg abból mit fogunk megmutatni, akkor hogyan közlekedünk a házban, meg amit mi, tehát hogy mondjuk pont egy ilyen vizes helység, ami egy ilyen macerás dolog, az mondjuk így hova kerül be, és az összes többi az, most valaki lent szeretne hálószobából egy nagy egybetérbe aludni, az nekünk az tök jó. Tehát mi nem akarjuk ráírni így az alaprajzra, hogy melyik a hálószoba, mindegy. Még pár szóban ezt az utolsó makettet is. Persze. Azt is szétszerelt. Ha, hogyne. Jó. Azt a legjobb szétszedni. Igen, közeletől.
És akkor amúgy van egy ilyen folyamatosság is, hogy itt az volt, hogy ugye itt megválaszthat kb. Mindent. Tehát a helységnek az alaprajzi méretét, a magasságát, az, hogy hogyan kapcsolódik mondjuk ez a fix részhez, tehát hogy ez egy ajtó, semmi, vagy egy függöny. Ebben már ugye kicsit kötöttebb a pálya, tehát mind a magassága, mind az ilyen alaprajzi értelembe vett helye, az fix, itt az ilyen a terek közötti kapcsolatokkal lehet még finoman játszani, hogy le akarom választani, nem, egyben szeretném tartani őket, mert mind a kettőnek a végállapot az egy ilyen teljesen klasszikus családi ház, tehát hogyha minden falat behúznék, ami lehetséges, akkor a végén egy ilyen teljesen hagyományos dolog jönne létre, közlekedő, és mindenhol nyílik egy szoba. És az a legutolsó, a legkötöttebb, ott igazából az egy ilyen hát számunkra izgalmas téri rendszer, amiben igazából ilyen módon már nem változható. Tehát belső falat nem tudunk mozgatni. Tehát ezeket, ez akkor lenne az igazi, hogyha ez egy ilyen CLT ház lenne, mert az akkor így maga a szerkezet is visszautalna arra, hogy mit tartunk mi fixnek, és mit nem. Vagy ebben igazából lehet, hogy Zoli tönk teszi örökre a maketten. Igen, próbálok rá. Mit tartunk fixnek, és mit nem. De hogy, mert ebben igazából létrehoztunk egy ilyen térszövetet, amiben van mondjuk 4 ugyanolyan méretű helység, ami, és akkor már le van tudva a nappali étkező konyha, és ez a 4, meg a fürdőszoba is, meg minden tárolás. És van ez a 4 helység, ami meg olyan, hogy ott van, ugyanakkora, mindegyik egy kicsit különböző helyzetben van, tehát nagyméretű ablaka van, kisméretű ablaka van, fönt van, lent van, tehát vannak ilyen különbségek, de ezeknek nincsen semmilyen kötött funkciója, bármikor megváltozhat. Azáltal mondjuk hány gyerek van éppen, szükség van-e dolgozószobára, vagy belefér-e éppen a házba, mert ezek általában azért ilyen limitált költségkerettel készülnek ezek a házak. Tehát ez az egész téma, akkor szerintem csak akkor jön föl, hogyha valakinek nincs végtelen pénze, mert akkor... Tehát hogy ehhez kell valami szűkösség, ami szerintem jót tesz ezeknek a házaknak, szóval... És ez a ház éppen épül, vagy fog? Épül. Épülő is. Alapozásig készültek el vele, 5 hónap alatt, szóval. És ez pedig Pilis? Évek kérdése. Pilis Szent László. Pilis Szent László. Szóval mind a három nekiköltöző család Budapestről elköltöző talán. Hát ők Budapest Sopron, de Sopronból kiköltöznek Brembergbányára. Igen, egyébként Budapest mondhatjuk ezt. Erre majd később visszatérünk, de arra nagyon kíváncsi vagyok, mint nem építész, én sok mindent megtudtam a házakról, nyugtassam meg az építészek, hogy ez nagyon izgalmas volt, hogy szétszedtük őket, meg belenézhettünk. Az elméleti része a doktori iskolában hogy alakult ennek a kérdéskörnek, kérdésfelvetés? Hát... Ez úgy, hogy az már majdnem kész volt, amikor jelentkeztünk egyszerre a doktori iskolába egyébként, és akkor nem volt ilyen egyértelmű, hogy ezzel fogok én foglalkozni, mert az én doktori témám az, annak is ez a címe, hogy a használó felszabadítása, és alapvetően lakóépületeknek az ilyen jellegű vizsgálatával foglalkozik. Hát, hogy érdekelt alapvetően ez a téma minket, mind, és... És akkor ez egy ilyen jó lehetőség volt mondjuk a doktoriskor, hogy ennek így mélyebben utána nézzek, hogy utána olvassak. És akkor egy csomó szakirodalom feljött, amivel utána rengeteg értékes információ lett, azt utána valamilyen formában be lehet csatornázni a tervezésbe, szerintem nem direktben, tehát nem közvetlenül, hanem csak így voltak érdekes elvek, amiket ki lehetett próbálni. Megismertünk egy csomó kortársirodát. Vagyis megláttuk bennük, hogy ők is valószínűleg hasonló gondolat mentén ezzel a témával foglalkoznak, és valahogy így. Igen, ezt hiszem ez lett volna a következő, hogy találtatok-e másokat, akik éppen ezt a szemléletváltást, én annak tartom, amit csináltok, mert beszélgettünk arról, hogy ez most részvételi tervezése, vagy a használó felszabadítása az végeredményben miben más. Hogyha most ezt megfogalmaznátok, vagy az egész, hogy itt vannak ezek a terek, és felvértezitek ezeket a családokat, hogy a
változó jövővel kapcsolatban, ami ugye az 50 év nekik minimum, hogyha ezek most épült házak, arról is szól ez a sorozat, hogy úgymond önrendelkezni tudnak majd ezzel az egésszel kapcsolatban. Ez elég egy felszabadító gondolat. A részvételiség abban, hogy adtatok egy keretrendszert, hát, azon túl, uh-huh. vagy, az, vagy hogy jelenik meg, vagy mi itt a határvonal? Tehát de nem tudom, mert nekem ilyen prekoncepcióim vannak csak a részvételiségről, szóval, hogy így, tehát, és nem akarok az a szemben élesen valamiért mondani, ami esetleg bántó, de hogy ami nekünk így átjött mindig, ami a részvételihez képest más, hogy valahogy a részvételi tervezésnél valahogy mindig, mintha a tervezés egy kicsit a végén így kicsúszna az építész kezéből. Vagy nem tudom, tehát olyan, tehát nem csak azon, hogy most az, szerintem az egy, nem, most minden részvételi tervezés, tehát ha megkérdezzük a későbbi használót, akkor már részt, de ez valahogy nem erre szoktuk hívni, nem, hanem hogy amikor ilyen nap csapatba összegyűlnek emberek a tervezőkkel, és akkor valahogy, valahogy így valami együtt kialakul, de hogy abban szerintem mi hiszünk, hogy van egy tudásunk, ami tudás hasznos lehet azok számára is. Ezért hozzuk létre a mi tudásunk alapján azt a keretrendszert, amiben már próbálunk minél nagyobb szabadságfokot biztosítani. Tehát, hogy, de hogy ez a keretrendszer létrehozásába is igyekszünk bevonni a használót, vagy legalábbis az igényeit, és azáltal, hogy ő részt vehet ilyen értemben a tervezésben, vagy érti, vagy pontos, mivel ezek viszonylag tiszta, egyszerű, nem ilyen rendszerek, és hogy ettől érthetővé válik a dolog, azzal, hogy a tervezésbe is bele tud folyni, azáltal, hogy keresgeti a helységek helyét, így vérteződik fel, ahogy te mondtad, ezzel, talán ezzel a tudással, hogy tudja későbbiekben az épületét módosítani, vagy saját képére formálni, ahogy az igényei változnak. Tehát ilyen értemben nekem ez mégis hívható részvételi tervezésnek, de nem, tehát nekem ilyen traumatikus élményem vannak a részvételi tervezésről egyszer. Voltam egy ilyen valami Józsefvárosban, és annyi volt a lényeg, hogy Marika néni padja hova kerüljön, mert Marika néni 20 éve ott ül, és arra a padra szeret ülni, hogy tök fontos. Szerintem ez egy nagyon fontos dolog, csak hogy ez egy építésznek nem lehet egy koncepciója, az a pad meg kerüljön oda. Nem? Tehát, hogy van egy ilyen, tehát ez nem írhatja felül az építészetig, tehát ettől az építész nem úszhatja meg a munkát a végén, de a padot meg rakjuk oda. Tehát, hogy ez... Szerintem a részvételi tervezés az olyan sok ilyen veszéllyel járhat. Tehát, hogy ott is általában ilyen nagyon aktuális igényeket fogalmaznak meg az emberek, hogy éppen most mit szeretne. És nagyon kevesen gondolnak abba bele, hogy mondjuk jövőre mit szeretne. Sőt, szerintem azt mondanám, hogy szinte senki nem foglalkozik ezzel. Tehát van egy ilyen általános lehetőség, amit így próbál, mondjuk elköltözik abból a lakásból. Tehát mondjuk tök érdekesek ezek a nagyméretű társasházak, így végig tervezi az összes lakó a saját kis házát, a specifikusra, az full modernizmus szerintem. Tehát, hogy ez történt ott. Csak itt most az van, hogy nem az építész találta ki egyedül, hanem egy család, direktben. Tehát, és ez itt valahogy így az építész szerintem így kiadta a kezéből a felelősséget arra, hogy ő mit tudna hozzátenni ehhez a dologhoz. Túl sarkos? Sarkalatos, de én veletek egyetértek, szóval ebben nem fogunk összeveszni. Arra vagyok kíváncsi, hogy ezt hogy lehet mondjuk tanítani. Mert ugye vannak itt másik modellek is, ezeket nem fogjuk ilyen részletességgel, de kíváncsi vagyok, van itt hallgatótok most a közönségben? Mert Debrecenből, ugye? Igen. Nincs, te tanszékvezető volt itt, de meglépett. Megbocsátjuk neki. Alapvetően nem ilyen megoldásokat akarunk átadni, hanem inkább ezt az értékrendet valahogy közvetítjük, és akkor van egy ilyen, ez egy társasház fél évnek a harmadév első fél éves hallgatóknak a makettjei, és akkor az indítása, hogy azt mondjuk, hogy tervez egy ideál lakást, de hogy ott már vannak ilyen bemenő szempontok, amik valamilyen szempontból, vagy valahogy ezt próbálják visszahozni, ezek ilyen leegyszerűsített szempontok, de hogy mondok egyet, hogy 5 van, azt hiszem, de hogy az egyik például az, hogy legyen benne, tehát hogy mondjuk nem elfogadott az, hogy tehát lehet egy belmagasság is tervezni az egészet, de hogy ezt meg kell indokolni, tehát hogy az, hogy ezek a belmagassági változatosság mondjuk legyen benne minden helységnek, legyen természetes bevilágítása és szellőzése, nem tudom, mert így változtatható az, hogy mibe mi kerül.
Tehát, hogy igen. Ezek ilyen nagyon, tehát ezek így kimondva ilyen nagyon egyszerű dolgok, de mégsem így zajlik sajnos a legtöbb társasháznak a tervezése. Igen, olyan közlekedési rendszere legyen, ami lehetővé teszi a szobáknak a privát vagy közösségi funkció váltását. És akkor még van még két ilyen szempont, amire nem emlékszem most, és hogy ezeknek kell megfelelni egy lakóegységnek, tehát hogy maguk, igen, és akkor még, és akkor utána bejön egy ilyen modulálás, hogy akkor oké, de hogy ezt nézzük meg, hogyha beköltözik ide még valaki, mikor van az, amikor már feltünk kell növelni, amikor jobb, ha csökkentjük ezt a méretet, és akkor gyakorlatilag a lakásnak a megtervezés, tehát próbálunk olyan lakásokat terveztetni, amik megfeleltethetőek ennek a fent, ilyen értelemben fenntarthatónak mondható, vagy értékennek, és akkor ezt próbálják utána közlekedési rendszerekkel egymás mellé rakni ezeket a modulált lakásokat, aminek szintén egy ilyen továbbirata, hogy mitől lesz jó egy ilyen társasház, hogyha nem egy ilyen éles váltás van, hogy akkor nem tudom, átmegyek az utcának a közösségi teréből egyszer csak egy privát térbe, puff, bent estem a lakásban, hanem hogy ilyen félközösségi, félprivát tereken át jussak el a lakásomig, és ezáltal ilyen közösségi terek, ilyen közösen használt szomszédsági viszonyok jönnek létre, mert ezek ilyen 150-200 lakásos telepeknek ilyen egyes elemei, amiket itt látunk, és akkor hogy alakulnak kis szomszédságok ki, hogy alakulnak nagyobb közösségeknek terei, mármint az egész telepnek. Erre van a legkevesebb, tehát az a végén már ez sikad el talán a legjobban sajnos, mert rövid a fél év, meg szerintem ez egy nehéz feladat viszonylag. Ja, és akkor mindig azt mondják a suliban, hogy nem vagyunk elég helyérzékenyek, ami igaz is, mert ebben a félben abszolút nem akarunk semmilyen értem a helyen foglalkozni, nem azzal akarunk foglalkozni, hogy amikor egy új beépítést kell létrehozni egy városi tömbben, akkor ne egy ilyen középfolyosós, nem tudom mi legyen a válasz. Hát mert ezek ugye akkorává nőnek ezek a tömbök, mondjuk ilyen méretű társasházaknál, hogy igazából ott már szerintem meg lehet teremteni egy ilyen saját belső kontextust. Tehát, hogy nem olyan, mint mondjuk egy ilyen piti családi ház illeszkedik egy utcakébe. Ez maga az utca. Tehát, hogy itt egy ilyen más szempontrendszer jön be. Ezek mondjuk minden esetben most ilyen 3-4-5 lakás, és ami érzékelhető talán belőle az, hogy ezek ilyen érdekes módon vannak összeforgatva, mert mindegyiket így ezek ilyen metszetek próbálnak lenni. Tehát ez mondjuk itt így végig van vágva, és akkor bele tudok nézni. Azt hiszem, hogy nekem feladatom, hogy kritikus legyek veletek szemben, úgyhogy el is véletlenül ide kerültünk, hogy nekem, amikor elolvastam a családi házakról az írásokat, az merült fel, hogy lehet ebbe valami léptékváltás. Uh-huh. Hogy a következő 50 év kihívásaiban akármilyen gyorsak vagytok, nem tudtok minden családi házat sajnos megtervezni, illetve az is felmerül kérdésnek, hogy a új családi házak a válasz. Ezek a családi házak szuperek, nekem annyi kapcsolódási pontom van ehhez, hogy egy véletlen pont 50 év múlva hogyan fogunk lakni Németországba fél éves kurzus során. Uh-huh. Ilyen szociológiai megközelítésből felmerül, hogy egy család mikorra jut el arra a pontra, hogy megengedheti magának, hogy terveztet és épített magának egy családi házat. Ez általában az a pont, amikor a gyerekek már akkorák, hogy mire kész a ház, maximum egy ilyen, ha jól járnak 5-10 évet, ideálisan tudnak uh-huh. ebbe a családi házba közösen lakni, és utána a fél családi ház üres. Kérdés, hogy ezt mennyire tudják utána energetikailag fenntartani, érdemes-e, akár egy vagy a lábnyoma, igen. És hogy mennyire mozgékonynak például a családok, hogy hátra tudják maguk mögött hagyni azt a házat. Ez mondjuk Németországban egy ellentét, hogy ott ugye a legtöbb bérlemény, uh-huh. és itt Magyarországon egy adásvételt hiába mondjuk növi kiadott esetben a családi házát, egy család, vagy egyszerűen nem kell neki az a méret, mégse annyira mozgékony a társadalom. Szóval igen, meg az új beépítések, hogy én is örülnék, ha lakhatnék ilyen szuperházon, amit ti terveztek, de közben meg ugye az agglomerációba való kiköltözést, azt érezzük, hogy igen, ezek a bérházak egyel fölöttünk, nem alkalmasak ilyen átalakításokra, ám bár kíváncsi lennék, amúgy van egy ilyen munkátok, ezt még mondjuk meg, nem?
Mondja. Hogy abban is lehet, belső építészetben is ezen lehet változtatni. De kíváncsi lennék, hogy ez a lépték, amit a hallgatók terveznek, erre nektek mondjuk mi lenne a válaszotok? Ja. Ti is szoktatok tervezni, amíg a hallgatók terveznek, vagy... Vagy mondjuk melyiket, most anélkül, hogy értékelnénk őket, hogy melyiket tartjátok például jó megoldásnak, mi az, amit átvennétek? Vagy egyáltalán nektek mi ez az egész? Ez szuper egyébként ez a közlekedős ügyek, meg félprivát terek. Hát szerintem amúgy az, tehát ne, hosszú távon szerintem nem a családi ház a válasz, ugye a lakhatási kérdéseinkre ez van. Tehát amiket mondtad, ott tök jogos dolgok. Magyarországon szerintem egy kicsit más, itt nagyon ragaszkodnak az emberek, nem adják el, ott laknak, belerokkannak a fűtés szemlába, tönkre mennek és meghalnak inkább, mint hogy eladják a házukat, de szóval biztos nem ez lesz hosszú távon a megoldásunk. Vagy nem is a miénk, hanem úgy, mint a társadalomé. A társasház az mondjuk már lehet egy sokkal inkább ilyesmi válasz, és tehát ezeket a inputokat, azokat mi adjuk alapvetően a hallgatóknak, amikre szeretnénk ilyen, vagy amik ilyen követelményként határozunk meg. Szóval ez azért jó nekünk ez a terep, mert így a valóságban nem volt lehetőség, hogy ekkora házat tervezni, de mivel hogy így indulnánk neki. Tehát, hogy ami ez hogy mondjam, tehát ez valahogy így a mi értékrendünk hozta létre a feladatot. Ha nem is a válaszokat teljesen, de hogy a feladatot biztos. És ez alapján ezeket mi jó válaszoknak tartjuk, még hogyha mondjuk túlságosan pozarló is némelyik, mert most itt van szerintem szüttele mind asszebb talán, de mind nagyon izgalmas, tehát van valami a másik oldalon cserébe, ami miatt érdemes lehet egy kicsivel többet fizetni érte. Hát talán, vagy ami az előző fél évben egy ilyen felismerés volt, mert hogy ez amúgy két fél évből van válogatva, és már az előző fél évre jött meg szerintem az a felismerés, hogy ezek a kicsit kitekintettünk, és több példát néztünk át, hogy ezeknek a, hogy amellett, hogy akkor nagyon így a lakásra voltunk ráfixadva az első évben, amikor ezt tanítottuk, de hogy ezeknek a közösségi vonzata, hogy ennyi ember él együtt, vagy hogyan él együtt, vagy hogy lehet megismerni egy kicsit a közvetlenebb környezetedet, szerintem ez volt egy ilyen, nekünk egy ilyen tanulság, hogy mondjuk ez ilyen fontos, hogy egy ilyen apró lakóközösségi egységekre is lebomló valami legyen. Egy következő rétege volt, ami bekerült, hogy ami most szinte nem jön át, de hogy ezeknek a nagy részébe igyekszünk, hogy ne egy ilyen monifunkcionális dolog legyen, tehát felül, vagy össze, tehát van, amiben máshogy jelenik meg, de hogy általában az egy ilyen köztérszerű működést kap. Tehát, hogy szerintem amilyen újdonság volt, vagy lehet, ez nyilván evidenciák, de hogy mégis amiben mi is így eljutottunk a velük való tervezés által, hogy amivel egy kicsit lehetett emelni a tétet, az ez volt, hogy valahogy egy kicsit belekerüljön egy ilyen társadalmi gondolat jobban, mint csak erre a nagyon ez a lakásokba való belefókuszálás. Igen, hogyha társadalmi gondolat, akkor van, nekem nagyon tetszett ez a munkátok, hogy egy templom belső gyerekjátszó hely, vagy a Cserépvár aljai templomnál az egyik pillér volt ez az akadálymentesítés. Hogy ennek a témának tényleg ez az irány, az a társadalmasítása, hogy beszéltünk kicsit előre a telefonon, hogy vajon mi lehet ez a tervezői eszköztár, amikor mi az a határ, ahol tudsz adni egy megrendelőnek egy keretrendszert, amin belül ő tudja mozgatni a szálakat, vagy az említett szálláshelyen egy, majd elmondhatjátok jobban, csak hogy összefoglalva egy ilyen szálláshelyet terveztetek, ahol az ágy mint saját tér, és azon kívül kiterjeszkedhetek ki, akár hosszabb ideig, nekem ez nagyon megragadt, hogy bármikor vagyok ilyen egy-egy éjszakát valahol, hogy tényleg érződik, hogy gondoltak-e rám, tervezők vagy nem, hogy van-e hova felakasztanom a törölközőmet, vagy nincs adott esetben. Szóval arra lennék kíváncsi, hogy mi az a felszabadításának az a tervezői határa, amiben még tudtok gondolni a gyerekekre, az akadálymentesítésre, arra, aki egy éjszakát, vagy akár százat ott tölt, illetve, hogy
a perspektívaváltást beszéltük, azt hiszem, ami nekem nagyon tetszik. De hogy ezen kívül még mi az, amit el tudtak képzelni? Hogy, de mint tervezői eszközre gondolsz, vagy mint lehetőség? Arra gondoltam, amikor, hogy van ez a tervezői hozzáállás, amiben mondjuk megfogalmazódott a Neufert, meg az OTÉK ember, hogy felülről jön valaki, és akkor buszíjól lemutat. Uh-huh. És nekem nagyon tetszik, hogy ti belehelyezkedtek egy használói szemszögbe, de egy ilyen tervezői váltást is megléptek, én úgy élem meg, hogy azáltal, hogy meghallgatjátok és lefordítjátok építészeti nyelvre, mint hogyha benne lennétek a tervezéskor ezekben az épületekben. Úgy beszéltetek róla nekem itt, hogy mi hogy került át a fürdőszoba, hogy nem felülről látjátok ezeket a dolgokat, hanem oldalról. Igen. Hát ugye erre lehetne kézikönyvet írni, azt nem tudom, nem ilyen Neufertet. De lehet Peti azt írta a doktoriával, nem tudom. Nem. Én nem tudom, én nem teljesen értem a kérdést, de elkezdek valamiről beszélni. Kösz. Olyan asszociatívan. Hogy amikor, csak hogy így mindent belekötök, megpróbálok. Tehát, hogy minket végig ez a téma érdekel, de hogy így nem nagyon tudtuk, hogy kezdjünk hozzá. És akkor ez tök jó volt, amikor jöttek ilyen hosteles megkeresések, mert bútorral lehetett foglalkozni, és annál ilyen közvetlenebb tapasztalás nincsen szerintem, mint mondjuk egy bútorhoz. Tehát abba direktbe ki lehet próbálni az irodába, hogy összeraksz valamit nagyon egyszerűen, és az hogyan működik. És ott elkezdtünk mondjuk ezt bútorokkal kísérletezni, és ott mondjuk ez tök gyorsan kijött, hogy mondjuk mik azok az eszközök, amivel mondjuk ilyen szabad értelmezést lehet biztosítani egy bútor kapcsán. Mondjuk, hogy mekkora felületekre van szükség, meg milyen fajta leegyszerűsítésre, hogy mondjuk ne csak forgószékként lehessen valamit használni, hanem székként, asztalként, ágyként, meg sámliként is. És akkor utána jött az, hogy ez hogyan megy mondjuk belső építészetben, amikor mondjuk pont ilyen bérház, szerintem az amúgy jó, tehát az amúgy tök jó. Mert általában a három ilyen főfalon kívül szinte minden más kivehető és tök szabadon osztható ez az ilyen traktus méret, szélességű tér. Tehát hogy hát ez is bizonyítja, hogy mondjuk mi tudtunk ezekben egy csomó szálláshelyet tervezni. És akkor ez volt a következő lépés, és akkor pont a doktori előtt meg volt egy ilyen válságunk, hogy ez hogy lehet mondjuk egy ilyen léptéket növelni rajta. És akkor jöttek a családi házak, ami szerintem most már van valamiféle megfejtésünk, és ami meg most izgat minket, az pont egy ilyen középület szint, hogy amikor mondjuk ez jóval nagyobb, és mondjuk nem is ilyen direktben megfigyelhető, tehát ott a használó, vagy mert itt is amúgy egy általános használót feltételezünk mindenhol, tehát mi emberekről beszélünk, de nem specifikusan arról a családról, hanem szerintem ez így, tehát hogy ezek így sokszor, sok embernek működnének ezek a dolgok. És amikor még ennyire sem megfigyelhető, hanem még sokkal általánosabb és igazából tök váratlan dolgokat tud ebben a térben csinálni, akkor mi lehet erre a megoldás? Most éppen ez, ami minket itt foglalkoztat szerintem, de már erre is vannak ilyen tök jó megvalósult példák, vagy mi mondjuk ezt látjuk benne, vagy nem is tudatosan erre épült. Igen, de szerintem az a kulcs, hogy két közben ami eszembe jutott, amit Peti mondott, az a, hogy ez a szabad értelmezhetőség, tehát ott hagyni valamit, aminek nincs eldöntve, vagy többféle jelentésű is értelmezhető. A másik pedig a hogyha ilyen fogalommal lehet élni, hogy valamiféle redukció, tehát hogy a mi akaratunkat meddig lehet lebontani, vagy meddig van az, amíg a mi vágyainkat ki lehet ebből hántolni az építészeti tervezés során, és hogy minél kevesebb, tehát most ott van a tinjei háznak a formájának, azért ilyen a formája, mert ilyen a téri rendszere, ezt adta ki a formája, tehát kész, hogy nem, tehát hogy így jött létre. Persze, tehát kicsit húzogattuk, ameddig nem volt jó, de hogy alapvetően nem egy ilyen, tehát nem arról van szó, hogy látunk egy képet, és azt a képet akarjuk megvalósítani, mert az egy ilyen, az egy önkény, nem? Ott nincs felszabadítás, csak diktátum. De ettől függetlenül azért szeretjük azokat a házakat is, csak mi nem ilyet szeretnénk most tervezni. Ez egy jól idézhető mondat, ez szép. Megválaszoltátok körülbelül. Hú. Tényleg én ezt nem nehezen fogalmazom meg. Én azt érzem, hogy talán ugye bútor legkisebb lépték, megyünk a nagy felé,
és hogy vajon az a legnagyobb kihívása, a nagy lépték, ami minél több használót, vagy pont az, ami leginkább, legegyszerűbben felszabadítható. Aha. Vagy hát, egy legkisebb tér, ami a legnehezebben, mert építészetileg az a legnagyobb kihívás, hogy egy apró szobában hogyan szabadítunk fel egy használót. Hát szerintem mind nagy kihívás. A kisebb léptékkel az a jó, hogy ott már van valami tapasztalatunk. A nagyobbal is mondjuk ilyen pályázati szinten van, de hogy megvalósult, nincs, úgyhogy azt nem volt lehetőségünk így tesztelni. Az ilyen kicsiknél, mondjuk ilyen szálláshelyeknek, vagy pont ez a babamama szoba, amit mondasz, tehát az tök jó, mert nagyon direkt visszajelzést kapsz, hogy odamész, megnézed, hogy hogyan működik, tényleg átpakolják-e, jönnek a rossz review-k bookingon, tehát az egy ilyen jó, nagyon egyszerű ellenőrizni, hogy működik-e, de szerintem akkor az volt éppen a kihívás, tehát hogy ilyen szempontból én nem tudok különbséget tenni, most azért tűnik ez nehezebbnek, mert nincs benne tapasztalatunk. Tehát most lehet, hogy ez, vagy nem tudom, mennyire ez érthető, de hogy ezeknél a kis léptékű projektnél mindig valahogy nagyon így visszavezettük, ugye magára, nem a testi dolgokra, a használatra. Tehát az, hogy én ülök egy széken, és akkor, hogy miért ilyen hülye ez a szék, vagy nem tudom, mert hogyha kicsit másmilyen lenne, akkor sokkal több mindenre lenne jó és szabadon értelmezhetni. Ez egy szabadon értelmezhetővé válna, hogy mire használom, ami amúgy így is rengetegszer megtörténik, nem, mert ha ráállok, akkor létre, vagy nem tudom, vagy dobogó, vagy ha meg elhajítom, akkor meg tüntetésen vagyok, és nem tudom, tüntetek, vagy... Tehát, hogy akkor meg gyilkos fegyver. Tehát, hogy nem? Tehát, hogy ugyanaz a tárgyról beszélünk. Vagy egy középület esetében... De, hát ez egy kalapács, nem? Szeget ütsz vele, vagy valakinek a fejét. Tehát, hogy, tehát, hogy tökre más, a mássá válik a... Az, hogy... Igen. Követitek itt ennek a háznak a változását, illetve a lakók, hogy alakítják át maguknak, és mi a tapasztalata? Hát ott volt egy kör, amikor az lett, hogy építsük be a tetőteret is, mert ugye éppen kevés a hely, mert az most amúgy ott le van zárva födémmel, és akkor az most egy ilyen padlástérként működik, és hogy az milyen jó. Tehát, hogy mi mondtuk ezt, hogy milyen jó, hogy oda föl lehet menni. Akkor most éppen az volt, hogy az anyuka szerette volna ezt, a férj meg mondta, hogy neki elege van ebből, hogy olyan házat terveztünk, ami sosincs kész. Úgyhogy ezt most egy kicsit hagyjuk abba, üljen egy pár évet nyugodtan, összenem megnézzük ezt, hogy lehet-e a tetőtérbe menni. De ez volt ez a próbálkozás, nem? Ezen kívül szerintem más még nem történt. Nem, nyilván egy fal fog bekerülni nem sokára itt a másik. De a vizes blokk, mint olyan, ami általában már ez a mozgatható dolog, az bekerül meg a közlekedés elég, csak gondolom, hogy ezek azok a pontok, amik már kezdettől fogva. Igen. Tehát ahol van ez a födémes, az dupla födémes rész, azt mi úgy tekintettünk, mint ami nem változtatható. Tehát hogy ez? Tulajdonképpen hát itt egy nagy flexibilitást biztosítottak ebben a házban, ami idővel tud változni, és tényleg egy alakuló család számára annak megfelelően tudja változtatni. Azt, amit pályázatot csináltatok Sopron mellett, ahol megjelent egy ilyen vázas szerkezet, egy érdekes ház volt egyébként építészetileg, és annak az igazság, hogy az egy nagy csarnokszerű tér volt, ugye, ahogy emlékszem. És hát abban lehet változtatni és alakítani különböző funkciókat. Egy picit engedved a gondolkodást majd, amikor a szóba hoztad, hogy a középlet felé megy el, a Herzberger féle, azt meg a strukturalizmushoz hasonlít is az a fajta gondolkodás. Na most azt gondolom, hogy egy ilyen családi ház léptéknél valószínű, hogy az építéssel való beszélgetés konzultáció után a lakó is ezt jól tudja alakítani magának. Egy nagyobb lépték esetében, középlet esetében, ott valószínű azért az építésznek az átalakítás során, vagy a módosítás során is szükségessé válik a közleműködése. Volt egy olyan élmény, hogy most elment a Levente, sajnos. Nem tudom, hogy akkor ott voltam, mert kim voltunk a mesterskolában,
Helsinki-ben, és ott megnéztük az Altaegyetemet, mert van egy bővítése, biztos ismeritek a Weltrásznak a strukturálisan kialakított, nem tudom, jártatok benne esetleg? Nem. Annak az érdekes, hogy elő lesz adva, hogy a legdemokratikusabb alaprajzi szisztéma, ebbe aztán mindent lehet, ez majd mindenki be fogja rendezni magának ezt, a funkcionális helyeket és összefüggő terek vannak és a többi. Tehát egy órán keresztül tartott ez a bemutató tervező részéről, és amikor kimentünk megnézni a házat, akkor mindenki ideges volt és nem érezte jól magát benne. Hiába volt egy finn minőség, baromira meg volt mindent csinálva, át jó anyagok voltak, megvoltak ezek a különböző funkcionális helyek csinálva, osztályteremnek meg különböző. Összességében mi öregek egy kicsit konzervatívabbak voltak, néztük, hogy mi a fenének vannak itt ezek a dolgok. Ez valahogy nem volt az egész őszinte, és az igazoltam vissza, hogy nem biztos, hogy ez egészen jó és járható, amikor a fiatalok is ezt elkezdték, abszolút fiatalkor, mesteriskát, tehát a hallgatók is szóvá tették. De ez egy nagyon érdekes tanulság volt. Azt gondolom, hogy ha lemond az építész a tervezés során a térnek a rangsorolásáról, egy térsornak a kialakításáról, akkor lehet, hogy ennek nincs jó eredménye. Most az a ház, amit csináltatok a pályázatra, az szerintem nem volt benne ez a hiba. Mert ezt azért tartottam, ezt a finn épületet nem túl jónak, mert ő a belső útvonalat és a nagy tereket meghatározta. Egy picit szerkesztésében egészen más léptékről van szó. Itt a harmadik modellhez hasonlít, ahol már olyan fajta elemek vannak, hogy a terek nem tudnak kapcsolódni. Ennél a pályázatnál ott sokféleképpen meg lehet ezt a teret ki lehet alakítani aktuálisan, de azt gondolom, hogy mindig fontos lenne szerintem, hogy ez építész közben működésével történjen meg. Körülbelül ez a véleményem is. Még valakinek kommentárja vagy kérdése van-e? Na, akkor én még egyet kérdezem. Jó. Mesélnétek még kicsit a cserépvárajai templomról? Nem. Nem, de várj még a kérdezem. De persze. Semmi. Meséljek én, de hogy... Elmondom, mire vagyok nagyon kíváncsi, hogy szerintem ott volt adott az, hogy a belső tereket, most a hosszereket nem számítanám, mert ez egy belső építészeti kérdés, de hogy vannak ezek a családi házak, itt ezek az építészeti feladatok, és mondtátok, hogy középület léptékbe tervezni. A tervezés ebben az esetben egy felújítás volt. Szóval itt a ti felszabadításotok, vagy a használó felszabadítása, annak viszonyrendszerbe kellett kerülni egy tervezőnek a munkájával. És ott az említett 50 év, aminek kapcsán mi itt vagyunk, az pont lejárt. Szóval úgymond ti, talán a ti átépítéseteket is 50 év múlva valaki, reméljük egyébként, sőt remélem, hogy valaki 50 év múlva jön, és azt mondja, hogy megkérdezi, felszabadítja az akkori felhasználókat esetleg dolgok alól, hogy milyen volt ez tervezőként hozzányúlni valakinek a munkájához, illetve ott az egyik szempont tudom, hogy az akadálymentesítés volt, de milyen akadályokba lehet ütközni, amikor nem egy üres papíron kell felszabadítani? Hát ugye abban, hogy az annak ilyen gondolati szinten sincs ehhez semmi köze a mi gondolatainkhoz, mert hogy nem tudom, valaki azt mondta nekünk, hiszen az ilyen találó volt, hogy az a ház ugye a maga térformájával és dramaturgiájával az igazából Csaba László személyes építészeti, vagy a saját hitének építészeti
ilyen, nem tudom, reprezentációja. Tehát, hogy az, hogy ő hogy jut el az utcától az oltár teréig, és közben milyen mozdulatokat csinál, és hogy, tehát, hogy az ő, nem tudom, az ő személyes gondolata és alkotása nem egy ilyen közösségi szempontot figyelembe véve, vagy ilyen kollektív emlékezetet hasznosító dolog, vagy... Biztos benne van az is. Igen, mert közben azért mégis templom, meg el kell jutni A-ból B-be, meg nem tudom, szóval, hogy ezek vannak, de hogy alapvetően van egy ilyen, sokszor ilyen, vagy ezt időről egy kicsit így, ami tökre örülünk neki nyilván, de hogy megkapjuk ezt a kérdést, hogy mit lehet, tehát hogy mi nem így gondolkozunk, más meg így gondolkozunk, tehát hogy a szöges ellentétés akkor, hogy tudjuk a saját elveinket érvényesíteni ezen, hogy így sehogy. Tehát hogy így szerintem nem lehet, tehát hogy maga az a gondolat, oké, lehet, hogy egy rámpával mondjuk az elérhetőségét könnyebbnek tesszük, és akkor ez lehet ez a gondolat, de hogy valójában mi ott ilyen szempontból elfogadtuk azt a játékteret, amit a Csaba László kijelölt, hiszen az egy ilyen, nem tudom, tehát, vagy akkor vissza kellett volna adnunk a munkát. Tehát hogyha mi azt mondjuk, hogy mi fölülírjuk az ő gondolkodását, akkor nem mi vagyunk, akik el kell, hogy végezzék ezt a feladatot, mert az az ő háza, az egy ilyen ikonikus alkotás szerintem, és azt meg kell menteni. Olyan dolgokba próbáltunk nyilván, hát hogy mondjam, figyelmesek lenni, hogy csomó olyan igény, ami ebből a amúgy nagyon izgi koncepcióból következik, hogy van a nagy déli ablak, amin gyönyörűen süt be a fény, és akkor a Krisztust felfesti a falra, már ha ott lenne a keresztet, szobor, a keresztet, az ablakon keresztül, ugye Krisztus mögé, de hogy ez tök jó, de hogy ők azt mondják, hogy mondjuk megdöglenek a melegbe a templomba, akkor nyilván kitaláltunk egy tök egyszerű lapfüggönyt, hogy hogy kell oda felrakni, hogy az mégis elhúzható legyen, megvalósulhasson ez is, de közben egyébként meg működjön az a dolog is, hogyha meleg van, akkor az nem jó, nem? Tehát, hogy így... Tehát, hogy vannak ilyen jellegű dolgok, meg hogy ezek a díszítettség, tehát, hogy ez megint ez is egy ilyen kritika, hogy azért, tehát annyira nem értik Csaba Lászlót, hogy akkor telerakják cuccokkal a templomot, hogy a saját maguk szakrajtását így éljék meg. Ugye minden falusi templomban ugyanez van. Tehát itt csak nagyobb a kontraszt, mint a megszokott, mert hogy nyilván egy ilyen modernista épületbe bekerül ez a cucc, de ha egy 1800-ban épült templomban megyek, ott is ugyanez van. Tehát, hogy ezt szerintem inkább a falusi kultúrának és ennek az ilyen felülről jövő más kultúrából eredeztető térnek a konfliktusa, nem pedig konkrétan Cserépvárajának és egyébként a környezet, vagy a Csaba Lászlói gondolatnak és a, nem tudom, annak a közegnek, amiben tervezett a konfliktusa. Szóval, hogy nem tudom, hogy ezek voltak-e a... Igen, szerintem ezzel a munkátokkal egy nagyon érdekes kérdéskörre mutattatok rá, mert ezt a felszabadítás bizonyos fokig az informalitásnak való teretadás. Igen. Egyre gondolom. Hogy amikor megláttam a képeket, amikor prezentáltatok a médem, meg úgy néztem a templomot, hogy most megfogalmaztatta is, hogy ugyanez az informalitás nem tűnik fel annyira egy másik templomban. Ugyanúgy nem tűnik fel annyira egy mostani szemmel már úgymond használt térben, ami egy régebbi, és nem üt ki annyira, mint egy ilyen vadonatúj térben, megjelenik a használó akár egy hokedlivel, ami jelzi azt, hogy ott még is valaki ülne szívesen. Hogy szerintem ezzel tudtatok elég jól rámutatni arra, hogy a magyarországi tervezői kultúrában, meg ezen a klímán, ennek az informalitásnak és mondjuk a saját képére formálásnak valahogy nincs meg a helye. Uh-huh. Szóval, hogy egy nagyon mondtad, hogy igen, előbb nyugodtan, hogyha a gondolatod volt ezzel kapcsolatban. Nem. Hogy szerintem ez nagyon sokat tud abban segíteni, hogy hiába vannak mozgatható falak, hogyha azt mondja az apuka, hogy most még nem akar több építkezést, mégis a kisebb léptékben, ami ugye a bútor, vagy akár a legapróbb részletekben, tényleg teret adni a használónak és azt mondani, vannak ezek a nagyon izgalmas panel épületből fotók, hogy berendezte valahogy a tervező, és ennek nyomait se látod egy vagy két év múlva, hogy ezt akkor nem szabad magára venni a tervezőnek. Azt hiszem, erre uh-huh. kezdtetek el rávilágítani. Uh-huh. Hát igen, mert te akartál itt az előbb. Igen, ez már elvezet innen, úgyhogy nem mondom. De hát...
Tehát, hogy, ja, szóval, hogy tehát ez egy ilyen kultúrának a kérdése, ahogy te mondod, és hogy szerintem ez így, tehát, hogy igen, hogy van olyan szintje ennek, hogy, tehát, hogy most mit tudom én, tehát megint az apróságok, de most nem tudom, ez mennyire érdekes, de hogy akkor tudtuk, hogy bekerül a terítő a beton oltárasztalra, amitől a beton eltűnik, ami egy ilyen fontos ereje van közel, így építészetileg nézve ennek, de hogy akkor mondjuk el lehet kezdeni így beszélgetni, ameddig ott vagyunk, hogy mondjuk mi lenne, hogyha olyan lenne ez a terítő, ami az oldalán fut le, és akkor és az előről még látszik ez a betonoltár. Tehát, hogy ezek ilyen apróságok, de és nyilván, ha meg nem leszünk ott, akkor meg valamilyen rákerül, de szerintem ezzel nincsen baj. Ezzel nincsen baj. Hogyha valakiben még valamilyen kérdés maradt, ha nem, akkor mi is mehetünk a terítőhöz. Mert... Egy pillanat, én szeretnék kérdezni, jó. Amit egyszer már feltették kérdést, csak nem tudom. Egy szóba került ennek a felszabadult ilyenféle mondatásmódnak egy lakás esetében, hogy ennek a társadalmi szintre való betítése az, hogy lehetséges, mondtátok, hogy nem, meg mindent, ezt teljesen értem. Én azt szeretném megkérdezni, hogy nektek van-e valamilyen, miután itt a hallgatói munkáknál úgy tudom, hogy ilyenfajta környezeti struktúrában, vagy feladat struktúrában dolgoztok, hogy van-e nektek ezzel kapcsolatban valamilyen fajta elképzelésetek, hogy lehetne megoldani, függetlenül ettől a tételszabadítástól. Például most manapság egy lakóépület együttesnek a térbeli megvalósítás rendszerét. Ez egy kicsit eltérett a programtól, de szóba került itt korábban. Gondolom, amikor ezekkel az egyetemi feladatokkal foglalkoztok, akkor biztos, hogy felmerül ez a kérdés. Nem tudom, hogy jól értem-e, de hogyha mondjuk én direktbe, egy ilyen direkt megoldásra, arra mi mondjuk úgy indulunk mindig, hogy legyen ez egy ilyen jó köztér is, és hogy nem, ahogy elérjük az épület határát, az nem biztos, hogy egy ilyen zárt tér is, tehát hogy most mindent így nagyon hermetikusan bezárunk, és ilyen hőszigetelt közlekedőkkel haladunk, tehát ezek nálunk szerintem alapvetően nincsenek. Valamit még akartam. Én egy nagyobb értékben gondolom, mert gondoltam itt a kérdésemet. Magyarul létrejönnek mindenfajta, most hogyha nézem a budapesti példákat, megkeresik a dán telepítéstervezőket, akik utána csinálnak egy telepítést, majd utána megbízák az építészeket, egyenként önöknek van egy háza, és amikor az ember megnézi ezt az egészet, akkor ennek a dolognak, ennek igazán nem valósult ki egy városi struktúrája, hogy konkrétan itt a Dunaöbölre gondolok, Mol környékére. Elmegy az ember máshová, megnézi az északi 13. kerületben ezeket az építéseket, hasonló problémák vannak. Nagyon kimegy az ember, és egy mihetetlen nagy kuparájban, házonként, meg mindegyik baromira meg van tekerve, és egy ilyen nyugtalan környezet alakul ki. Én ezt tartanám egy nagyon fontos kérdésnek, amikor nem csak ilyen épület szinten kellene valahogy valamilyen gondolkodásmódot vagy struktúrát kitalálni, hanem a település, vagy település rész szinten. Hát erre vannak, tehát hogy csak nyilván ez is érlelődik ez a tárgy, de hogy ez egy fontos dolog volt, hogy most már ugye akkor hoztattunk volna telepítés maketteket is, hogy ebbe próbáltunk egy ilyen, azt felismertük mi is, hogy egy utcát kell létrehozni. És hogy ezeknek ez egy utcahálózat kell, egy ilyen terekkel kell létrejönni, és hogy ez egy ugyanolyan tervezési szintje ennek, hogy oké, hogy lerakjuk valahogy ezeket a házakat modulálva, de hogy ezek legtöbbször tehát most az volt, hogy amiben mi ezt a fajta ilyen pozitív értelmemet, városiasságot láttuk, az, hogy azt mondtuk, hogy így, na sűríts még. Tehát, hogy meddig lehet sűríteni ezt, amikor már így létrejön egy fajta ilyen, az a sűrűség, ami át tudja billenteni azt, hogy egy városi kultúra, aki tudjon alakulni. Tehát, hogyha ilyen... Ugye az is bántó, hogyha ez van, amit mondasz, hogy ilyen nagy monolitikus tömbök között kell mozognom, úgyhogy egyikbe se tudok bemenni, nem tudok közel menni.
ugyanúgy az is bántó, hogyha mondjuk ugyanaz a struktúra van, de mondjuk végtelenül monotonná válik, és nem tudok eligazodni, tehát itt kell valahogy a kettő között egy ilyen balanszot megtalálni. Ami nekünk most egy ilyen, tehát ezek nem magas házak, tehát sok lakás van, de nem magas házak, tehát ilyen 2-3-4 szint max, és azok is általában úgy vannak, hogy így kinőnek, tehát hogy próbál mindig ilyen emberi léptékű maradni a dolog. Én azt gondolom, hogy ez örülök neki, hogy így lehetettük, mert tulajdonképpen ez egy picit ez a gondolkodás mód, ennek a folytatás egy nagyobb léptékre az körülbelül az, hogy van egy intenzív alacsony beépítés, és az létre tud hozni egy városi struktúrát. Szemben ezzel, amikor hát ezek a esetlegesen monumentális hatalmas épületek vannak, olyan is van, más kultúra. A Manhattan jó, de nem biztos, hogy itt, amikor ennek a kereszteződése születik, itt a városra sokszor ez szerencsés lenne. Úgyhogy én köszönöm szépen, nem tudom, hogy másnak van kérdésed. Ügyeit. Ezek a családi házak, ezek arra épülnek, hogy ezeknél a használó a legrendelő. A társasházakat meg Magyarországon eladásra építi egy olyan ember, aki egy teljesen más típusú házban lakik, teljesen másban. Hogy győznétek meg? Hogy foglalkozzon ezekkel a kérdéssel? A pénz és befektetőt? Erre ez a kérdés? És egy picset. Ebben a fél városi területen az pontosan ennyi forint. És akkor... Hát most figyelj, nyilván van olyan családi házas megrendelős, akivel nem, aki nem választott minket, vagy mi nem választottuk őt. Jó, most nem látok értem, hogy mi lehet a stratégia, ami mentén mondjuk ilyen irányba el lehetne indulni. Hogy elvárni... Mi mentén lehetne érvelni ezek mellett olyan embernek? Hát mondjuk a mentén biztos, de hát valószínűleg semmi mentén, de hogyha idealisztikusan próbálom egy kicsit közelíteni, akkor mondjuk ezek a lakásokban szerintem abban van egy érték, hogyha valakinek azt tudod mondani, hogy ha bár ilyen ugyanolyan a lakásod, mint a 100 másiké itt, de mégis mindegyik valamilyen szempontból egyénre szabható. Szerintem ennek a mai korban van egy értéke, hogy valaki azt érzi, hogy egyedi tud lenni, ha bár egy ilyen, mégis egy ilyen tömeggyártó cuccot kap. Mi azért egy ilyen, itt Magyarországon ez ilyen fontos dolog. Tehát én foglalkoztam azzal, hogy ilyen mintatervek, miért nem mennek. És nem mennek amúgy, nem akar senki ölt, ami már van. Tehát, hogy mindenki akar egy családi házat magának, azt, ami csak neki van. Szóval ez valószínűleg lehet egy jó pont, hogyha ezt mondod, hogy ugyanúgy néz ki, mintha olyan lenne, de mind más lesz. Kicsit máshogy van, máshogy csatlakozik, máshogy jutsz el a köztértől. Tehát te meg tudsz valamit találni benne. De hogy ez érdekel egy ilyen beruházót, azt nem tudom, valószínűleg nem. Biztos, hogy nem. Hát szerintem ezért lehetne plusz pénzt kérni egyébként, meg az van, hogy sokkal könnyebb lenne utólag is eladni. Tehát, hogy ilyen szempontból én bátor, vagy jobban mennék ilyet venni, mert én is el tudom alakítani, meg később biztos vagyok benne, hogy jobban el tudom adni, de ez meg kell az a tudás, ami van nekem. Szóval ez így nehéz, nehezen kommunikálható. Olyan a fejlesztő, aki nem adásra, nem bérleménynek szállni, vagy befektetésnek. Például van a Herzbergernek egy ilyen diagón háza. Az úgy volt, hogy abból ilyen több százas lakótelepet akartak letenni egybe, de végül 7 megépült, ami nem olyan rossz. És ők például azt csinálták, hogy ezt itt viszonylag olcsón ki lehetett hozni, de gondolom valamennyivel azért drágább volt. Ez is egy ilyen félszint eltolásos struktúra, egy kicsit van benne abban olyasmi, mint amit azt tud. És ott például az építészek csináltak ilyen, tudom, egy ilyen kézikönyvet, volt benne 30 féle változat, hogy tudod berendezni az alaprajzodat. És mindenki, aki jött nézni ezt, akkor az megkapta, aki vett egy lakást benne, hogy nézd, ez ennyi féleképpen működhet. Ez biztos van valami hozzáadott értéke, meg egy ilyen hype-ot lehetne generálni mellette, ilyen marketinggel, ami full független az építészettől, vagy hát arra épül, de hogy nem a valós tartalom miatt vennék meg a végén. Szóval ilyen utakat el tudok képzelni. Én azt gondolom, hogy ez az, amit mondtál, ez az útja, hogy kidolgozta az építész azokat a variációs lehetőséget. De most a dolog következőképpen történik. Eladják a csövet, vagy az alapterületet, amit jó esetben kihagyják belőle szerkezeti falakat, rossz esetben
szerkezeti falakra azt a legközötti területet adják el, majd pedig azt mondják a vevőnek, hogy akkor tervezd meg a lakásod. De van kötöttség mindig, hogy itt a WC, meg itt a fürdőszoba, abban el a többet, azt vigyem nekem. Hát ezt követően mindenféle torszülemények jönnek létre, amit ilyen kisebb, nagyobb viták után meg is építenek. És utána, hát mert laikus nem tudja, hogy mit, hogyan kell csinálni, olyan szintig, hogy választ ki a csempéket, és mutattak neki egy választékot. Utána egy vécében háromféle csempe van. A kivitelező az földhöz vágja magát többször, mennyivel több munkája van. És hát ezt elárként be is lehet építeni a leadási árba. Tehát én ezt a fajta nagy szabadságot, amit kvázi a vevő felé adnak, ezt én egy nagy átverésnek tartom, mert ő saját maga rontja a lakását, amit iszonyú sok pénzért be. És a végén még azt sem mondhatja, amikor látja a valóságot felépítve, hogy ez mi, hát te akartad, mi úgy csináltak, hogy te szeretted volna. Sajnos ennek az. Ez ilyen nehéz ügy ez az elrontás. Tehát ilyen nehéz ügy ez az elrontás, mert így építés szemével rossz, de értem a kérdést. Tehát hogyha ez lenne, hogy valaki ezt a feladatot adná, hogy a szerkezeti falak meg két aknát tegyél le, abból már lehetne nagyon jó házat csinálni. Ő is látja végén, hogy ez nem egészen olyan, mint amit ő el tudott képzelni. Hát most ezt egy ilyen, hogy mondjam, kikrandó dolognak érzem a vevő felé, tehát úgy érzem, hogy cserbehagyás vagy, illetve ösztökélés. Sajnos volt ilyen tapasztalat. Autószínválasztás. De talán ezt így lezárásnak, hogy ezt is megfogalmaztátok, hogy a tervező marad ezekben a folyamatokban. Ugye akkor ezeket a határokat kell jól meghúzni, hogy mi az, ami... Igen, hát összességében én azt gondolom, hogy nagyon azokat a munkákat, amiket látni lehet, nagyon színvonalas munkákat lehet látni. Ezeknek az építészeti megjelenése, a korszellemnek való igazodása minden szentendek magas színvonalon. Megmondom őszintén, a térnek a felszabadítása, akkor az a igen vagy nem, mindegy. És én azt kívánom nektek, hogy ezt a színvonalat próbáljátok megtartani és továbbvinni. Ugyanúgy, hogy nem lehetett ebben beleilleszteni a templomnak a felújítását, szerintem egy nagyon jó érzékkel és szépen megcsinálják munka, ami tiszteletben tartja a korábbi résznek a szándékait, és mégis hozzátesz annyit, hogy a felfrissíti és mai változik. Na most itt folytathatjuk a beszélgetést, de nyugodtan, ha valaki akar kérdezni, még itt van hátul két üveg bor, meg némi pogácsa, úgyhogy én ezeket kibontanám, és akkor vendégül látunk mindenkit. Köszönöm szépen!